Jó reggelt kívánok a most hozzánk csatlakozóknak. Ebben a mai műsorban is nem egyszer szóba került már a kórházi ágyak felszabadítása, hogy hány ágy lenne például indokolt. Most egy kis összefoglalót mutatunk, és aztán Havas Szófiával megbeszélem a részleteket. Tehát ugye egy miniszteri utasításra a kórházi kapacitásokat fel kellett szabadítani. Az első időpont április 15-ről szólt, aztán a módosítással együtt 19-ére változott, hogy a kórházi vezetők erre az időpontra tegyék szabad, de az alájuk tartozó kórházak közfinanszírozott ágykapacitásnak minimum 60%-át. Ez körülbelül 36 ezer ágyat jelent, és gondoskodni kell a betegek áthelyezéséről, ha ez indokolt, sőt, ha jól tudom, van egy olyan rendelet is, hogy senki nem utasíthat vissza koronavírusra hivatkozva beteg befogadást. Vannak következményei is ennek a rendeletnek, például az, hogy az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet igazgatóját menesztették, mert nem teljesítette, vagy nem megfelelő ütemben teljesítette a szükséges intézkedéseket. A dolgozók szerint már március közepén elkezdték felszabadítani az ágyakat, biztosan sokan látták azokat a felvételeket, ahol a dolgozók hosszú tapssal köszönik meg a munkáját, és a menesztett főigazgató el is sírja magát. Más intézményekből is hazaküldtek aktív ellátásban részesülő betegeket, ezzel párhuzamosan az országos tisztifőorvos állítása, hogy senkit nem küldhetnek úgy haza, hogy később bármilyen egészségkárosodással néz szembe emiatt, és Kásler Miklós is ehhez csatlakozott, azt mondta, hogy először úgy olvastam, hogy aki életveszélybe kerülne emiatt, aztán viszont, hogy senkit nem lehet hazaküldeni, aki egyébként kórházi ellátásra szorul. A kórházakból elküldött betegek állapota azonban most már számtalan személyes történetből tudjuk, hogy a következő. Például amputáció után 2,5 héttel váladékozó sebbel, vagy bipoláris pszichiátriai beteg állandó felügyeletet igényelne, a sztrók miatt féloldalára lebénult beteg infúziós kezelésen, rákos beteg folyamatos ellátásra szorulna, de akik tegnap figyelték a Heti Napló Csvábi Andrással, Bihari Ádám kollégám egyik, vagyis hát a heti riportja éppen erről szólt, és több esetet is bemutatott, vagy ha követjük az internetes oldalakat, napról napra egyre több ilyen eset van. Nos, hát ezekről a kérdésekről fogok beszélgetni most Havas Szófiával, két minőségében is. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Egyrészt úgy, mint osztályvezető főorvos, akinek szintén fel kellett szabadítani ágyakat. Hány ágy van az ön osztályán? Ugye itt 85. A Bajcsi Kórház 6-os krónikus belgyógyászati osztályáról beszélünk, 85, és akkor ezek szerint körülbelül a negyedét, tehát 21 ágyat kellett volna felszabadítania. És ön azt mondta, hogy ez nem megy. Ez a probléma következő az én szakmai megítélésem szerint. És nem is így szólt a miniszteri utasítás egyébként, hogy nem covidos ápolásra szóló betegek közé tegyenek be covidos vagy covid-gyanús betegeket. Az, hogy el kell különíteni őket, én úgy gondolom, ez egy teljesen természetes dolog. Az is egy megoldás, mert nagyon sok helyen valóban krónikus osztályokat jelöltek ki erre a célra, de azok általában egy különálló épületbe, és akkor az egész épületet kiürítik, és alkalmasát teszik. Jó, tehát az elszigetelés fontos. Ez pontosan. Az, hogy a kezelésre szoruló betegek közé, én úgy gondolom, hogy ez nagyon nem jó ötlet. Ami pedig a felvetített dolgokat illeti, azért itt is több probléma van. Egyrészt sajnos maguk a hozzátartozók és a betegek is keverik azt a fogalmat, hogy ápolás és kórházi kezelés. Az, hogy valaki ápolásra szorul, az kifejezetten arra van, hogy ápolási osztályokon, ápolási otthonokban ápolják a kórházi kezelés, azt jelenti, hogy 24 órás orvosi felügyeletet vagy orvosi ellátást igényel. Tehát két fogalom abszolút nincs. Igen, csak azért nagyon paraszti logikával tényleg, hogy kórházból hazaküldeni valakit, akinek nincs szüksége kórházi kezelésre, akkor felmerül a kérdés, hogy miért volt addig kórházban. Azért, mert sajnos, és erre saját személyes tapasztalataim vannak hosszú évek alatt, de egyébként számos kollégának is, hogy nagyon sok minden megváltozott az évek, évtizedek alatt, többek között az is, hogy az idős hozzátartozókat, vagy ápolásra szóló hozzátartozókat nem akarják, vagy nem szeretnék hazavinni a hozzátartozókat. Nem tudják nyilván. A kettő, hogy mondjam, van úgy való igaz, hogy van úgy, hogy nem tudják semmilyen körülmények között, vagy nem akarják, vagy továbbvinni se akarják, hanem azt mondják, hogy itt nagyon jól el van, mert vagy ingyen, vagy havi 24,
4000-ért, szociális otthonba ápolási osztályokon pedig nyilván sokkal többet kell fizetni érte. A nyugdíjat pedig nagyon gyakran fölveszi a család, a lakást. Na jó, igen, de azért én, szóval, hogy olyan történeteket olvastunk most, amivel, szóval nem dolgunk szerintem az egyes emberi helyzeteket így kívülről megítélni, de ő miért mondta azt? Amit írnak, az is egyes emberi helyzet. Csak az egy dolog, hogyha valaki beszámol róla, innen megítélni azt, hogy megoldhatta volna-e másként, azt én egyszer nem merném megtenni. De azt mondja, hogy ugye 21 ágyat kellett volna önnek felszabadítani, és azt mondta, hogy ez nem megy. Miért mondta, hogy nem megy? Azért, mert az előbb is elmagyaráztam, hogy én úgy gondolom, hogy nem lehetett megfelelően izolálni. Nyilván, és ez pont arról szól, ez az ágyfelszabadítás, hogy olyan helyekre tegyék a covidos betegeket, ahol más betegek, nem covidos betegek egészségét nem De végül megoldotta a kórház, nem? Hát én úgy tudom, hogy valóban lezárták, de hogy milyen formában, az még egy kérdés, hogy ez mennyit. Ehhez azért az is hozzátartozik, és akkor itt át tudunk menni már a generálisabb kérdésre, hogy nagyon sok ágyat ürítettek ki országos szinten, és úgy tűnik, hogy ez jóval több annál, mint ami várható beteg beáramlásban az ország szintjén. Tehát 32 000 ágyra én nagyon bízom benne, nem lesz szükség. Mert az, hogy covidos... Erre vannak számolások, ugye? Többen is számoltak. Többféle, nagyon sokan, nagyon sokféle. Kb. Van egy szám, ami egyezményes, hogy 160 000 beteg esetén lenne indokolt ennyi felszabadított ágy, ami viszont azt jelenteni, hogy Magyarország az egyik legfertőzöttebb ország lenne a világon. Ez biztos, hogy nem így van. És ez nem valószínű, hogy így van. De ezzel együtt... Jó, önök végeztek számolásokat? Már hogy mennyi lehetnek? Igen. Hogy mondjam, ezt nagyon nehéz megítélni, az nagy valószínűséggel elmondhatom, mivel Magyarországon nagyon kevés szűrést végeznek a környező országokhoz képest, hogy a valóban fertőzöttek száma minimum a 10-szerese annak, amit mi tudunk. Igen, ezt lehet tudni, de igen, mondjuk másod is, csak más a mérték, vagy más az arány, de azért az egy nagyon fontos kérdés az ön esetében, hogy az a válasza, hogy nem tudom felszabadítani a 21 ágyat, az ezen meggyőződése miatt is... Ez döntően válasz, nem miatt, tehát én... Hogy túl sok az ágy. Elsősorban inkább a szakmai meggyőződés, természetesen ebbe az is benne van, hogy a 60% felszabadítása egy aktív intézményben, az én úgy gondolom, hogy elég sok. És elég... ez már mint politikus, vagy politikával foglalkozom. Ez inkább mint egészségpolitikus, illetve mint gyakorló orvos gondolom azt, hogy erre nem feltétlenül van szükség, sőt, tekintettel arra, hogy egy olyan struktúrájú intézményben, ahol nagyon sok egyéb beteget is kezelnek, és ezeknek az ágyaknak a rovására csökkentik az aktív ellátást, ott a későbbiekben komoly problémák lesznek. De nyilván hát látta, hogy akár az ORI főigazgatója is megy a levesbe, hogyha nem teljesíti ezeket a számokat, hogy amikor ön azt mondta, hogy nem tudom teljesíteni, akkor ez világos volt, hogy ezt a főigazgató nem adhatja annyiban, hiszen... De szerencsére én azért egy viszonylag idős orvos vagyok, tehát nekem azért van más megoldásom is, de ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy és akkor térjünk át a generális kérdésekre, hogy valóban ez a 32 000, ez jó, sok. Ezt tudjuk, ezt mindenki elmondta, hogy sok a számítások szerint indokolatlan. Így van, tehát én úgy gondolom, hogy ez az elsődleges kérdés, és ez utána az összes többi, meg az összes személyes probléma, ez már csak úgy másodlagos az én olvasatomban, akár az enyém, akár az ORI. Jó, a másik téma, ami miatt hívtuk, ez a Pesti úti idősek otthona, mint a igen. Fővárosi Emberi Erőforrás és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának alelnökeként. Ön megerősíti azt, hogy mindig, minden pillanatban volt házi orvos az intézményben? Hát ilyen szinten én nem követtem, de gyakorlatilag, amit ön mond, ez azt jelenteni, hogy 0-24-ben orvosi szolgálat van. Hát jó, nem hát arra gondolom, minden percben, hát egy szociális otthonba ez nem igény és nem elvárás, hogy 0-24-ben orvosi ellátás legyen. De mondjuk egy vírus idején fontos, hogy legyen. Természetesen. Egyébként én még azt... És ő nem tudja, hogy minden nap volt-e? Tehát, hogy voltak, mert nem is egy orvos jár egyébként a Pesti útra, de itt én azt hiszem messze menően nem ez a probléma. Ez is régebbre nyúlik vissza, és egyébként nem csak a Pesti úton van COVID
hanem valamennyi az ország, szinte valamennyi szociális otthonában. Hát ez most a politika egyik terepe lett, igen? Igen, na most ennek az előzménye az, hogy 2010 és 2014 között már történt egy kísérlet arra, hogy az összes szociális intézményt az állam átvegye. És akkor ez valamiért megállt. Most úgy tűnik, hogy ez újra kezdődik, csak most lett hozzá egy kiváló, hogy úgy mondjam, ürügy, mondván, hogy a főváros nem tudja a saját intézményeit kellőképpen felügyelni, nem tudja megvizsgálni. Tehát azt jósolja, hogy ez egy arra vonatkozó szándék, hogy egyértelműen az állami kézbe kerüljenek az... Tovább megyek, ugye az elmúlt hónapokban, tehát október óta egyfolytában azt látjuk, hogy minél több feladatot elvenni az önkormányzatoktól, minél több feladatot elvenni a fővárostól, és bebizonyítani, hogy alkalmatlan arra, hogy fenntartson ilyen intézményeket. Jó, ez egy új szempont. Ez egyébként egy nem annyira önök új. Szerint, önök között ez nyilván egy ismert szempont. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Folytatjuk majd még, nyilván kimeríthetetlen a téma ennyi idő alatt.